Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit a Promenád mai adásában. A filmes szakma jelenlegi helyzetéről láthatnak egy beszámolót, illetve megismerkedhetnek két kivételes művésszel is. Tartsanak velünk! Nincs színház, nincsenek koncertek és nincsen mozi sem. A koronavírus hatalmas akadályt gördített a kulturális élet elé az egész világon. Magyarországon is a világ minden táján akadozik a filmkészítés, és ha lennének is, most nem nagyon lehetne őket hol bemutatni. A mozi és a filmes szakmában élőket kérdeztük arról, mi a helyzet most velük, és mit gondolnak, mikor ülhet újra közönség a filmvásznak elé. Nehéz helyzetbe került a filmszakma is a koronavírus miatt. Az idei év hektikusan alakult, mind a mozik, mind a filmkészítők életében. Pedig a 2020-as év kifejezetten ígéretesnek indult. 58-as jelenet, 84. Ment is másképp, új magyar film is készült idén, de sajnos a pandémia okán többször is le kellett állnia a munkának. A legeslegelső leállás már ott kezdődött, hogy az előkészületeknél nem lehetett menni helyszíneket nézni, mert akkor jött be ez az első maradj otthonos karanténes dolog. Utána nem lehetett castingolni a szereplőket, ezeket mindet tolni kellett, más megoldások online. De amikor a forgatáshoz értünk nagy nehezen, akkor azért kellett folyton leállni, mert a színházak, hogyha egy ember a szereplők közül koronavírus veszélybe keveredhetett, akkor mindenkit gyors leteszteltek, azok megint egy-egy hét kiesések voltak, még a negatív eredmények megjöttek. Így hiába voltak meg az időpontok, mindig le kellett őket fújni, mert mindig a magabiztos pozitív vagy negatív eredményekre kellett várni. Utána később, mikor már egyre jobban elterjedt a lakosságba az a betegség, akkor jöttek meg betegedések, akkor amiatt nem tudtunk forgatni színészek is, és most a legdurább egyébként, mert most egy közösen forgattunk, mindenki egészséges volt, de pár nappal a forgatás után már a fél stáb ágyban volt, és még egyelőre nem volt pozitív tesztünk, de hát nyilvánvaló, hogy valószínűleg elkapott minket is. Tehát így tényleg, ahova megyünk, oda jön utánunk ez a vírus. Az eredeti tervek szerint augusztusra végeznie kellett volna a stábnak a felvételekkel, de november közepén még mindig nem sikerült rögzíteni az utolsó jeleneteket. Egy művészi tevékenységnél pedig ez számos nem várt problémát is okoz. Nagyon furcsa az, hogy valami fél éve volt, amit felvettünk, de az a filmben mondjuk előtte 10 másodperccel történt. És ezt így nagyon nehéz összerakni, hogy akkor most kapcsolódáson pont olyan legyen a haja, biztos, hogy meg tudja a fotóról csinálni. Már van, aki látszik, hogy az arca változott. Tehát annyi minden érte az életben, hogy megváltozott az arc szerkezete fél év alatt, és hogy ez olyan a filmben hogy fog visszajönni, utómunkában eléggé meg lehet majd csiszolni. Ezek művészileg egy olyan kérdéseket vetnek fel bennem, amiket csak így reménnyel tudok kezelni, hogy hát majd kialakul. Tehát, hogy ez. De egyébként meg motiváló is, mert úgy vagyok vele, hogy ennyi feladat így első filmesként talán senkinek nem lehet, mint ez a vírus helyzet. Úgyhogy, hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor onnantól kezdve már csak könnyebb lehet filmet csinálni. A mentés másképp eredeti tervek szerint 2021 tavaszán került volna közönség elé, de ez természetesen, mint a világon minden, tolódni fog. A premier jelenlegi becslések szerint 2021 májusában érkezik. Sok múlik persze a világuralkodó járványtól is. A filmek az egész világon hasonlóan nehéz helyzetben készülnek, de jelenleg nincs is hol bemutatni őket. A mozik zárva, így a filmek is alakulhatnak még, pedig az év elején még egy határozottan erős szezonra számítottak az üzemeltetők. Ezt a helyzetet január-februárban, mondhatom inkább januárban senki nem várta. Akkor még úgy néztünk a 2020-as évre, hogy egy nagyon sikeres év lehet belőle, mivel olyan filmkínálat ígérkezett erre az évre, hogy ez ezt predesztinálta. Viszont ugye márciusban volt az első bezárásunk, akkor kellett szembesülnünk azzal a helyzettel, hogy több mint 100 napig nem tudtuk a moziainkat üzemelni. Aztán, amikor újra nyitottunk július 2-án, akkor kellett azért egy ilyen egy hónap körülbelül, hogy az emberek számára is egyértelmű legyen, hogy újra lehet moziba járni, és aztán azért azt vettük észre, hogy kezdett visszatérni a moziba járási kedv. A szabályozások mellett is ismét kezdett visszatérni az élet a termekbe, de természetesen nem olyan léptékben teltek meg a mozik, mint a járvány előtt. Miskolci két artmozi tekintetében
Azt kell mondjam, hogy az év az nagyon változatos volt, hiszen nagyon pozitívan indult. A január és a február kimagasló eredményeket hozott a látogatószám tekintetében. Hát ez sajnos márciusban megtört, amikor be kellett zárnunk, és ez egész június végéig tartott ez a bezárás. Mindeközben azt kell mondjam, hogy a világ nagy fesztiváljai is elmaradtak, hasonló gondokkal küzdött az összes hazai és külföldi mozi is. Majd júniusban újra nyitottunk, azonban ekkor azzal kellett szembesülnünk, hogy a filmkínálat az hát nem nagyon gyarapodott az elmúlt időszakban, és ez is egy általános probléma volt, hogy kevés volt a megjelenő film. Mindemellett igyekeztünk az elmaradt, de már meghirdetett előadásokat bepótolni. És azt kell mondjam, hogy az augusztus és a szeptember egy biztató visszaépülést mutatott. Habár a megszokott forgalom 50-60%-át hozta a művészetek házában működő két moziterem. A Cinefest a hagyományos módon elmaradt idén, habár szeptember elején kicsit visszatérhetett az élet, a fesztivál nemzetközi jellege viszont nem tette lehetővé, hogy ismét megteljen a világ filmeseivel Miskolc. Ez ennyire erős ez a zene, tehát ez nem derült ki. Nem maradt viszont el teljesen a filmünnep, speciális színefesttel jelentkeztek a szervezők, a középpontban magyar filmekkel. Ez némi reményt is jelentett. A szeptember az szintén jól zárult, részben azért, mivel a színefestnek azért, ha egy speciál elnevezésű rendezvénye is, de azért csak megrendezésre került, és miskolciak ezt azt gondolom, hogy szerették, hát ez egy kis hiánypótló volt, szabadtéri és beltéri vetítésekkel, úgyhogy a szeptemberi nézettség az ismét a normálishoz kezdett közelíteni. Azonban az elmúlt időszakban, tehát már október és november elején egészen az újabb bezárásig, már nagyon alaphangon működtek a dolgok. Részben ez a filmek hiánya is volt, részben pedig az a természetes életösztön, ami az emberekben volt, hogy ha lehet, akkor kerüljék a tömegrendezvényeket, vagy olyan zárt helyen történő rendezvényeket, mint a miénk is. Úgyhogy ezt megéreztük. Most jelenleg ismét a bezárásnál tartunk. Nemzetközi szinten is ez a helyzet pillanatnyilag, és hát egyenlőre jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor kerül feloldásra. A művészmozik zárva tartanak, ahogyan természetesen a multiplexek is. Az országos mozihálózatot üzemeltetők számára kevésbé volt nehéz a nyári időszak. A látogatottság ugyan csökkent, de kijöttek végül szuperprodukciók, amik újra a mozivászon előültették a nagy közönséget. Hétről hétre jobb számokat tapasztaltunk nézőszem tekintetében, és talán az áttörést nyáron Christopher Nolannek a Tenet című filme hozta, meg utána egy hétre rájött ki egy tini korosztálynak szóló romantikus film, ami után összecsaptunk, és akkor ez azt mutatta nekünk, hogy ez a két film, sőt utána volt még Robert De Niro-nak is egy vígjátéka, Nagypapa hadművelet címmel. Ezek azt mutatták, hogy ha van olyan tartalom, ami a nézőket érdekli, akkor el fognak jönni a moziba. Aztán, amikor szeptemberben kötelezővé tették a maszkhasználatot a moziban államilag, mi a kezdetektől fogva kértük a nézőket erre egyébként, és nagyon sok egyéb biztonsági intézkedést meghoztunk. Többek között azt is, hogy a tranzakciók között kihagytunk egy-egy helyet, ami azt jelentette, hogy a családok tudtak együtt ülni, vagy akik együtt érkeztek egy háztartásból, és mellettük egy-egy széket kihagytunk. Ez túlmutat a nemzeti érdekek. Itt a túlélés a tét. Ez elég vakmerő. Minden dolgozónk maszkban dolgozott, maszkban szolgálta ki a nézőket, készfertőtlenítés volt, elérhető mindenhol. Hát meghoztunk nagyon sok olyan biztonsági intézkedést, ami azt a célt szolgálta, hogy a nézőknek legyen egy olyan pozitív érzete, hogy mi a mi részünkről, mint üzemeltetők megteszünk, amit tudunk. És tehát ugye visszatérve azt tapasztaltuk, hogyha van olyan tartalom, akkor a nézők azért jöttek, és aztán
Ugye amikor kötelező lett a maszk használat, akkor láttuk először azt, hogy egy picit visszaesett a nézettség. Azóta pedig teljesen be kellett zárni. A 30 napos korlátozó intézkedések ideje hamarosan lejár, de a mozi üzemeltetők szerint, ha ismét nyithatnak, akkor is nehéz lesz visszatérni a régi kerékvágásba. A becslések szerint, ha a világ újra olyan lesz, mint a járvány előtt, akkor is csak nem fél év, mire visszatér a mozi igazi varázsa is. A mi szempontunkból, és itt Magyarországon, ez néhány hónapos időszak mindenképpen, tehát a legoptimistább számítások szerint is néhány hónap, amíg az érdeklődés és a kínálat ismét találkozni fog. Ugyanakkor ismerünk olyan nemzetközi szakvéleményeket, hogy például nyugat-európai országokban azt mondják, hogy minimum egy fél év az, amire visszaépül az az érdeklődés és az a kínálat, ami korábban volt. Tehát mindenképpen egy hosszabb folyamatra kell készülni, de hát mindenki bízik a szakmán belül abban, hogy el fog jönni ez a pillanat, amikor minden a korábbiak szerint fog folytatódni. A szakma bízik a mi hamarabbi újranyitásban. A becsések 2021 tavaszára prognosztizálják a régi élet visszatérésének lehetőségét. Ha visszatér a 2020 előtti világ, akkor a filmek is készen állnak, hogy újra egy másik világba csábítsák a közönséget. Minden nagy filmet, amit idénre terveztek a stúdiók meg a helyi forgalmazók bemutatni, annak a nagy részét 2021-re tették át. És egyébként azért a nyári időszakban már elkezdték a forgatásokat, tehát én azt gondolom, hogy nem kell attól tartani, hogy nem lesz film. Nagyon sok magyar film is van, amit végül évvégén nem sikerült bemutatni, októbertől kezdve már áttettek premiereket magyar filmek esetében is jövőre, úgyhogy mind magyar, mind nemzetközi, tehát akár európai, francia, némettől kezdve, amit ugye Magyarországon egyébként is nagyon szeretnek, és a hollywoodi produkciók tekintetében is. Animáció, tehát családi film, animáció, vígjáték, akciófilm, képregény adaptáció, mind lesz jövőre. A Nemzetközi Filmfesztiváli szakma részben már optimista. Ugyan a jelent bizonytalanság határozza meg leginkább, de Berlinben például már februárra készülnek, de a 2021-es Cinefest szervezése is elkezdődik hamarosan. Mi abban reménykedünk, hogy jövő év szeptember 10-én tudjuk majd megrendezni a idén elmaradt 17. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. Ennek az előkészületei már most decemberben el kell, hogy induljanak, hiszen a nevezés a fesztiválra januártól szokás szerint május végéig fog tartani. Biztosat senki nem tud mondani a jövőt illetően, a nagy fesztiválok sem. Jelen pillanatban a berlini filmfesztivál az, aki mindenképpen szeretné korlátozásokkal és szűkített kínálattal de megrendezni februárban az eseményt, de még erre se meri senki azt mondani, hogy ez biztosan így lesz. Én azt gondolom, hogy ha tavaszra úgy alakul a nemzetközi és a hazai helyzet, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy a fesztivált a korábbi formájában megrendezzük. A Miskolci Szimfonikus Zenekar sem játszhat a közönség előtt a jelenlegi járványhelyzetben. A zenekar viszont próbál, és a zenészek között ott van a város nívódíjasa, Cimmer Sándor is. Az együttes klarinét művésze számára már egészen korán megrajzolódott az út, amelyet most jár. Az önmagával kritikus művész egy napját kísértük végig. Akkor, amikor még színpadon lehetett zenélni, a közönség pedig jelen lehetett és állva tapsolhatott egy-egy hangverseny után. Eredetileg én tőzsgyökeres miskolci vagyok, itt születtem. Édesapám a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak volt alapító tagja, és gyakorlatilag majdnem minden koncerten itt voltam gyerekkoromban.
elég hamar elkerültem itthonról, mert középiskola után Pécsen tanultam, majd Debrecenben, ott voltam zenekari tag is, majd 87-ben visszajöttem Miskolcra a feleségemmel, és hát mindig nagy szívem vágya volt, hogy itt dolgozhassam. Gyerekként a nagyzenészekre hát csodálkozva tekintettem, hogy milyen gyönyörűen játszanak, hogy hogy szólal meg egy dinamikai különbség a zenekar életében. Ugyanakkor meg kell, hogy valljam, én nem akartam zenész lenni, pont abból kifolyólag, hogy láttam édesapámat, hogy mennyi lemondással jár ez a szakma, hogy éjjel-nappal gyakorolnak, utaznak, próbálnak. Nem igazán fogott meg, de nem sajnálom egy percig sem, hogy muzsikus lettem. Ezt a klarinét tanáromnak köszönhetem, Benedek Tamásnak, aki sajnos már nincs közöttünk. Ő látott valami csodát bennem, és rábeszélt arra, hogy legyek zenész. A klarinét gyakorlatilag úgy lett, hogy a nővéremnek az udvarlója, akkori udvarlója klarinétos volt, aki azóta a férje, és egy alkalommal vártam a nővéremet a főiskola folyosóján, és ott beszélgettünk, és kérdezte a klarinét tanár, hogy ki ez a fiatal ember, és úgy kerültem hozzá, hogy elárulták, hogy az udvarlója szintén klarinétos. Gyerekkoromban én zongoráztam, meg kell, hogy valljam az Egressy Béni Zeneiskolában, de meg se fordult a fejembe, hogy esetleg zongorista legyek. A klarinét számomra egy nagy csoda, ugyanakkor rengeteg bosszúságot is okoz, mert ha sikerül egy koncerten jól játszani, akkor az felemelő érzés. Gondolom mindenki így van a zenekarban. Ha nem, akkor meg szomorúan konstatálom azt, hogy hiába gyakoroltam, vagy készültem rá, nem sikerült. Hogy hála Istennek ez ritkábban fordul elő. A zenekari játék bizonyos fokig egyszerűbb, mert ott esetleg el lehet bújni bizonyos alkalmakkor. Ugyanakkor pont az a nehézsége, hogy egy élő szervezetbe kell a saját dolgomat végezni, és hogyha én elrontom, akkor romba dől az egész zenekar dolga.
és ilyenkor a kollégák biztatják az embert, tehát azért titkon érzi, hogy nem tett oda mindent, hogy úgy mondjam. A szólóban ott igazából egy személyi felelősség van, ha jól fújok, jól, ha nem, akkor azt mondják, hogy hát Cimmel Sándor nem fújt jól. Egy különleges miskolci dekoratőr engedte be stábunkat műhelyébe a közelmúltban. Akkor, amikor még a régiségvásár is tömegeket mozgathatott meg Miskolc belvárosában. Fekete Zoltán igazi egyéniség, különleges karakter, akinek munkái is kivételesek. A következő percekben az ő életébe, műhely munkájába pillanthatunk bele. Takta Harkányban nőttem fel, és ott abban az időben még a fiatalokat a szülők annyira nem figyelték, hogy mi az van érzéke. Az én édesapám gépészmérnököt szeretett volna. Az senkit nem érdekelt, hogy az általános iskola végén én mindent csináltam, rajzoltam, énekeltem, én mindent csináltam, de a műszaki, és akkor Takta Harkányban lakott a gépipari műhely főnöke, és apám jól megbeszélte vele, hogy majd a fiúra fog járni. Hát be is írattak, el is végeztem, tehát ott érettségiztem, akkor még Zalka Máténak hívták, de én nagyon nem szerettem, és az iskolába is fali újságot, ha volt valami ünnepség, annak a díszletét csináltam, és egy nagyon rövidig dolgoztam is a szakmában, de nagyon hamar kiderült, hogy tehát elkezdtem hajózni Dunántiszán, Vizen, Sörgyárból, Bőcs, és csak ebbe a szakmába kötöttem ki. Találtam egy olyan céget, ahol képesítés nélkül felvettek, és ott kezdtem el tanulni, először másoktól. Mindegy, hogy mit csinálunk a fából, a fába szeretet van. Azt szoktam mondani a régiségvásáron, hogy ha hazaviszik, aki megveszi a ládát és hazaviszi, nyissa ki, és fog jönni belőle ki a szeretet. Egyébként meg én hagyományosan 78-tól dekorációt csinálok, 83-tól vagyok főállású vállalkozó. Mesélhetnék a munkáimról is, de a lényeg az, hogy úgy belefeledkezem, tehát én szerettem társaságba, csapatba dolgozni, még most is szeretek, de úgy belefeledkezem néha a láda készítésbe, azaz, hogy már a ládát nem én készítem többnyire, hanem asztalosokat bevonok, mert szerencsére van megrendelés, hogy még azt veszem néha észre, hogy még a nyálam is kicsorog közben, úgy belefeledkezem. Mielőtt a ládákat elkezdtem csinálni, illetve nem csak ládákat, hanem készül bárszék cimbödörből, olajshordóra. Előtte én mindig egyedi dolgot szerettem csinálni. Például 26 évig csináltam, 1983-tól a Miskolci Postaigazgatóság, már az sincs, három megye összes posta dekorációt, Heves, Borsod, Nógrád. Vagy 11 éve én újítom fel a Sanofi Aventist, a Volt Kinoin néven a tisztatéri fal szerkezet, tehát magyarul a gyártóüzemet mi újítjuk fel fóliával. De őrzi a munkámat a kormányhivatalnak az előző felirata az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei az rozsdamentes betűből. A klasszikus formák azok, amik, és ez nem a maradiságot jelenti, hanem azt, hogy egyébként engem sokáig úgymond fiatalosan tartottak agyilag azok, hogy nagyon sok fiatal lány volt, mert esküvőt is díszítünk.
hogyha az ember fiatalokkal dolgozik, már pedig időnként gyakran dolgozom fiatalokkal, az nem hagyja az embert begyepesedni. Nálunk az volt a lényeg, hogyha volt egy jó ötlete a fiatalnak, akkor azt csináltuk, mert azt mi rögtön tudtuk, hogy ez jobb, mint ha mi mondunk valamit. Tehát magyarul a presztízst el kell felejteni. Ez volt a Promenád november 26-án csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!